Tisztelt látogatóim, nézőim, hallgatóim és kedves barátaim! Az Apák az Igazságért Közhasznú Egyesület most egy újabb sikerről számol be önöknek. Pécsen jártam csütörtökön, ahol egyesületünk egy tagjának, egy édesapának a vállópere immáron negyedik éve húzódott. Ráadásul közben a család már külföldre távozott, tehát már senki nem volt Magyarországon, anyuka sem, apuka sem, de itt indult a per, és ugye itt kellett befejezni. A pécsi járásbíróságon pedig, hogy az EJEB terminológiájával éljek, békés tétlenségben mulatták az időt. Tárgyalást követett, és nem történt semmi. Hosszú-hosszú éveken át. És nem zavarta az sem az eljáró bíróságot, hogy hát nem a szomszédból jönnek a felek. Ugye mintegy 800 kilométert kellett megtenni oda-vissza, és ugye nem egy esetben pusztán azért, hogy közölje a bíró, hogy hát most akkor mikor lesz a következő tárgyalás egy gyors lapolással. Mindenesetre érdemben alig ment valamit előre az ügy. Ugye ráadásul két gyerekről is dönteni kellett. Ugye volt egy ideiglenes intézkedés, tehát ez valami éppenséggel kezdett kialakulni, de nyilván egy végső állapotot szeretett volna mindenki, hát és nem utolsó sorban szerettek volna végre elválni egymástól a felek, hiszen ugye véglegesen megromlott a házasság, és mondom, 4 éven keresztül gyakorlatilag jártak oda teljesen feleslegesen. 9 tárgyaláson voltak ott, úgyhogy érdemben semmi nem történt. Valami minimális, tehát mondjuk kirendeltek egy szakértőt, aztán utána megállapítottak egyfajta mutyi szakértői díjat, szokás szerint ugye Pásztor Attiláról beszélünk, és aztán megint csak folytatódott a tétlenkedés. Teltek, múltak az évek, a felek ideg állapota ugye értelemszerűen egyre jobban romlott, és most, ugye július 2-ára egy új bíró tűzte ki az ügyet. Kérem szépen, megkapta az előző 9 tárgyalás anyagát, hát a beadványokkal együtt rengeteg anyag volt. A tárgyalás anyag az mondjuk nem sok, mert ott szinte semmi nem történt, de irgalmatlan mennyiségű beadvány mindkét oldalról, a szakvélemények nem is egy, 2 különböző szakértőtől is, talán ugye Pásztor Attila után muszáj volt kirendelni az NSKK-t is. Ott derült ki az, hogy Pásztor gyakorlatilag egészen más összegekkel számolt, mint amit a törvény lehetővé tesz. Az volt az első eset, ahol kezdtük felfigyelni rá, hogy ennek valahol határt kéne szabni. No kérem szépen, minden esetre megkapta egy új hölgy ezt a bizonyos ügyet. Rögtön mondom is, hogy hogy hívják őt, mert mindenképpen szükséges megemlíteni a nevét. Dr. Váradiné, dr. Polányi Ágnes. Hát kérem szépen, szokták mondani, hogy mi mindig piszkáljuk a bírókat, szakértőket, ugye ügyészeket, rendőröket, stb. Mindenkit. Na már most ez nem így van. Természetesen a negatívumokra fokozottan hívjuk fel a figyelmet, ami érthető, mert ugye azon kell javítani. De amikor valahol kiemelkedő teljesítményt látunk, ami példaértékű, akkor arról sem feledkezünk meg. És ez akkor is így van, hogyha egyébként Pécsről eleve nagyon-nagyon rossz véleményünk volt, nagyon rossz tapasztalataink voltak idáig. És hát sajnos, hogyha az összességét nézzük, akkor összességében természetesen most is több a negatív tapasztalatunk, mint a pozitív, de mindenképpen ki kell emelnünk dr. Váradiné, dr. Polányi Ágnest, mert amit ez a tisztelt bírónő most produkált július 2-án, az a szó szoros értelmében példaértékű. Tehát azt, ahogy mondani szoktuk, ez ott volt a topon. Kérem szépen, tökéletesen felkészült az irgalmatlan mennyiségű beadványból, iratanyagból, pontosan tudott minden egyes részletet, pontosan felkészült a jogszabályokból, és ami a lényeges, hogy most itt pontosan nem tudom megítélni, de olyan valamivel 40 fölötti hölgyről lehetett szó, egy anyuka, óriási élettapasztalattal, nagyszerű emberismerettel és férfi ismerettel állt a kérdéshez, pontosan látta, világosan tudta, hogy mi a probléma a feleknél, milyen pszichés hatások, hova vezetnek, mit lehetne velük kezdeni, mit kellene csinálni, és maximálisan abban az irányban tevékenykedett, hogy megoldást találjon. Tehát eleve, amikor megkapta ezt a hatalmas ügyet, látta, hogy már van mögötte 9 tárgyalás, és azt mondta, hogy én ezt most szeretném befejezni. Nem x tárgyalás múlva, hanem az elsőn. És kitűzte reggel 10 órára a tárgyalást, úgyhogy a következőt meg délután 15.30-ra, tehát 5,5 órát hagyott,
és azzal az eltökélt szándékkal indult, hogy ha lehet, akkor ő itt most ezt be is fejezi. Első tárgyalásán, mármint az ő első tárgyalásán, és ez meg is történt. Hát természetesen ugye ez kellettünk mi is, de mintán én is úgy láttam, hogy ebben az ügyben azért a lehetséges kimenetelek meglehetősen szűkre szabottak, tehát túl sok variáció nincs. Ugye volt egy elsődleges kérelme az ügyfelemnek, meg volt egy másodlagos, ugyanígy volt egy elsődleges kérelme az anyukának is, és volt egy másodlagos. Na most a másodlagos az körülbelül ugyanaz volt, tehát minimális különbségekkel. És nagyjából lehetett látni, hogy annak van realitása. Tehát az elsődleges kérelmek azok az álomvilág kategóriájába tartoztak mind a két oldalon. Na most miután viszont a másodlagos között hogy igazából nem volt nagyon nagy ellentét, azt mondtam, hogy oldjuk meg. Amikor volt egy pici szünet, én mondtam az ellenfél ügyvédjének is, mert az ellenfélnek, hogy nézzék, önök is láthatják a realitásokat, ne menjünk most el még egyszer dolga végezetlenül innen. A másodlagosnak fognak helytadni, biztos, azt meg tudjuk csinálni egyesség keretén belül is, és akkor a költségek is olcsóbbak, minden, hogy is mondjam, frappánsan tud menni. Hát aztán végül így is lett, tehát sikerült összehoznunk egy mind a két felet kielégítő nagyszerű egyességet, aminek kapcsán ugye a költségek is csökkentek, mindenki meg van elégedve, illetve hát legalábbis mondjuk úgy, hogy apuka is meg lesz elégedve, hogyha az egyességet betartjuk. Mármint, ha mind a két fél betartja. Én nekem az az érzésem, hogy be lesz ez tartva, különösen azért, mert be közre fog működni egy nagyon-nagyon nagyszerű talpra esett kis 15 éves lurkó, aki segíti megoldani azt, hogy a másik gyermekkel is minden rendben legyen, és hogy a szülők közti feszültség ugye ne jelentkezhessen, vagy legalábbis a gyerekeknek ne lehessen benne részük. Ezt a nagyszerű megoldást egyébként a bírónő és a fiatalember hozták össze. Ugye a bírónő meghallgatta a fiatalembert, annak rendje módja szerint, a kérésünknek megfelelő formában, tehát úgy, hogy mindenki kimegy, marad a bírónő meg a fiatalember, meg még ott maradt Pásztor Attila, mint szakértő, bár ott ez a sok vizet gondolom nem zavart, és hát nagyszerű eredmény lett. Tehát ez azt mutatja, hogy a bírónő, tehát Váradiné dr. Polányi Ágnes bírónő, úgy látszik, hogy kifejezetten jól ért a gyermekek nyelvén is. Én ugye mindig szoktam mondani, hogy nagyobb acska gyereket már meg kell hallgatni. Sőt, már a kisebbecskét is. Tehát amikor már a gyerek értelmesen tud beszélni világosan, ki tudja fejteni gondolatait, az érzéseit, akkor ezt meg kell hallgatni. Ennek ellenére vannak bírók, akik azonnal tiltakoznak, hogy nem, már gyereket nem hallgatunk meg. Most ennek nem az az oka, hogy a gyereket nem szabad meghallgatni, hanem az, hogy az illető bíró nem ért hozzá. Nem ért a gyerekekhez, tapasztalatból tudja, hogy nem vezetne eredményre, mert csak az lenne, hogy a gyerek bezárkózik, és nem tudna semmit hozni. Azok a bírók, akik tudják magukról, hogy értenek hozzá, tehát hogy a gyerekek megnyílnak előttük, és tudnak bánni a gyerekekkel, azok kérés nélkül is rögtön jönni szoktak azzal, hogy szeretném meghallgatni azt a gyereket. Ezért szoktam mondani, hogyha egy bíró azt mondja, hogy nem akar gyereket meghallgatni, akkor ne erőltessük, mert ennek az az oka, hogy nem ért hozzá. Ha meg nem ért hozzá, akkor tényleg nincs értelme. No. Hát kérem szépen, még egyszer mondom, kiváló eredménnyel zártuk ezt a bizonyos tárgyalást. Én bízom benne, hogy ugye minden rendeződni fog. Hát ügyfelünk, ugye egyesületünk tagja az édesapa is, ugye nagy-nagy örömmel telefonált azonnal haza az őseinek, hogy hát képzeljétek, elvált ember vagyok 4 év után. Hát ugye hát maga az, hogy befejeződött az ügy. Hát, ő maga se gondolta, hogy itt most ez ilyen gyorsan fog menni, de hát kérem szépen odahatott mindenki. A bírónő is ezen volt, én is ezen voltam, megoldottuk. Egyetlen egy tárgyaláson, igaz, 5,5 óra volt, ami volt talán egy összesen fél óra szünet közben, két részre bontva, de vége lett aznap este. Hát sokat ültünk ott, étlen szomjan, de nem kell még egyszer eljönni a világ végéről, 800 kilométerről. Megoldódott a probléma. És kérem szépen, most mit mondjak önöknek, nekem még volt egy külön élményem, mondjuk úgy, hogy egyfajta külön csata, ezt önök tudják, ugye ez a Pásztor Attila féle eset. Ami nem az én csatám, hanem az egyesületünk csatája, de hát ugye jogi oldalát én intéztem.
Hát ugye Pásztor Attila most meg volt oda idézve, mert ugye elvileg kérdéseket szerettünk volna neki föltenni, illetve hát az ügyfelem szeretett volna. Na ebből nem sok lett, mert aztán mondtam ügyfelemnek, hogy figyelj, ezt most befejeztük, elmegyünk haza, jó? Meg lezárjuk az ügyet, teljesen mindegy, hogy Pásztor úr mikor mit mondott, hogy mondta, ennek már megvan az eredménye, mégpedig számunkra jó eredmény, hagyjuk, hadd menjen. Nincs értelme, fölösleges kérdéseket ne tegyünk föl neki. Tehát igazából nem került már sor arra, hogy Pásztor Attila ugye egyfajta szakmai csatát vívhasson velünk, nem lett volna már értelme. De ami a lényeges, hogy viszont ugye volt neki egy felkészülési díj, volt neki egy jelenléti díj, és nem tetszenek elhinni. Hát kérem szépen, dr. Váradiné, dr. Polányi Ágnes bírónő úgy felkészült a 3/1986-os február 21-i ilyen rendeletből, hogy kérem szépen, ott helyben ötösre vizsgázott volna bármikor, hogyha mondjuk ezt egy vizsgaként kezeljük. Pontosan fejből idézte, hogy melyik mellékletnek hanyas pontja szerint, mekkora tételre, mekkora összeg, pontosan kérem szépen, ahogy az elő volt írva. Egy pici, apró kis tévedés volt benne, amikor mondta, hogy ugye 2 órára, ugye 2x4000 forint, és akkor szóltam neki, hogy most de nem két. Ja igen, azt mondja, már akkor tudta, igen, fél órákra számol a törvény, igen, mondom, fél óránként 2000, és ugye azt mondja, hogy de hát akkor ugye akkor a 4x fél óra, igen, csak mondom, ez 3x fél óra, ez még nincs 4x, mert ugye nem léptük túl a másfél órát, tehát ez még csak 3 fél óra. Igaza van, már is ugye 8 helyett csak ugye 6 lett a vége, és ami lényeg, hogy Pásztor úrnak nem volt kifogása. Meg is kérdezte a bíron, hogy rendben vagyunk, tehát ugye 4000 forintos órabérrel számoltuk, ugye fél óránként, ugye ezt a törvény előírja, nem vagyunk még benne a negyedik fél órában, tehát akkor megfelel? Hogy teljesen tökéletes bíró, nagyon tökéletes. Nem kérdezte meg Pásztor urat, hogy ő mennyit kér, meg hogy ő hányjal számolja, milyen tarifával számolja az órákat. Megmondta, hogy mit ír elő a rendelet. És Pásztor úrnak semmi kifogása nem volt. Kérem szépen, most erre mondom én azt, hogy amikor már ugye lezajlott a tárgyalás, és már ugye kiirdett az ítéletet is a bírónő, hogy mondom, tisztelt bírónő, hát mindazonáltal engedje meg, hogy nagyra becsülésemet fejtsem ki, hogy az egyesületünk nevében is, mert ez az első eset, amikor mi Pécsen valami olyasmit tapasztalunk, amit szeretnénk mindenhol tapasztalni. De a másik, hogy nekünk azért ez egy külön öröm volt, hogy kérem szépen azért Pásztor Attila szakértő életében először a rendeletnek megfelelő szabályos pénzösszeget kapott. Hát a bírónő mosolygott, mondta, hogy hát azért nézze, sokat dolgozott vele biztos. Hát mondom, biztos, csak hát ugye a rendelet elmondja, hogy mennyi, és annyi. És ugye, ha megtetszik nézni, hogy ebben a perben ugye korábban mi is volt, 8000 forintok voltak elszámolva neki óradíjra. Hát most érdekes módon egy szót nem szólt, amikor a bírónő közölte vele, hogy 4000 forint az óradíj, és nem 8. Ugye? Hát akkor se szólt volna semmit, hogyha mondjuk korábban Somlai Ferenc bíró úr, ne adj Isten, észrevette volna, hogy mit ír a rendelet. Mondjuk ugyanúgy felkészült volna, ahogy dr. Polányi Ágnes bírónő. Mert megtehette volna, ő is elolvashatta volna a rendeletet, és akkor mondjuk nem írta volna alá a törvényes összeg kétszeresét. De hangsúlyozom, hogy azért meg kell említenünk, hogy teljes legyen, ugye dr. Kovács Zsolt, dr. Kis Lászlón és dr. Velényiné, dr. Köcse Judit bíró hármast is, a pécsi törvényszék hármasát, ugyanis azért a pásztorféle díjegyzék, ő hozzájuk is eljutott, és azért érdekes módon mindhárman rögzítették, hogy ott 8000-et számoltak el neki óránként, de nem tartották szükségesnek ugye megemlíteni, hogy hát ez nem biztos, hogy így jó. Hát kérem szépen, minden esetre egy biztos, hogy ezzel a kis eseménnyel most lényegében már Pásztor Attila is elismerte, és nem vitathatják többé, hogy mi joggal támadtuk meg Pásztor Attilát, amikor 8000 forintos óradíjakat számolt el, mert most ő maga is elismerte, hogy hát itt 4000 az óradíj, nem 8. És hangsúlyozom, ugyan abban az ügyben számolt korábban 8-at. Tehát ebben az ügyben ő korábban ki volt rendelve. Aztán utána rendelték ki az NSKK-t, és már ott lehetett látni, hogy kérem szépen negyed annyi díjjal számol a szakértő intézet, mint Pásztor Attila, miközben a rendelet határozza meg, hogy mennyit lehet kérni. Tehát nem szabadáras magánszakértésről van szó. És kérem mondom, ugyanebben a perben, ahol akkor 8000-et kért, és meg is kapta, most a bírónő nem kérdezte meg, hogy mit kér, azt mondta, hogy ennyi, mert ennyi van a rendeletben. És Pásztor úr nem vitatkozott. No.
Hát persze ettől függetlenül azért én biztos vagyok benne, hogy Pécsen ki fogják majd mosni ezt a dolgot, annak ellenére, hogy hát most már látható, hogy nem megfelelő díjakat számoltak el neki, és leginkább azért fogják majd kimosni, mert hát ebben benne volt a pécsi törvényszék vastagon. És én merem állítani, hogy nem szakmai hiányosság vagy jogszabály ismeret hiányosság volt ennek a hátterében, hanem valami más. Az a bizonyos pécsi, hogy is mondjam, beidegződés, ami még szegény néhai Toller László idejében alakult ki Pécs gyakorlatilag minden területén. Tisztelt hölgyeim, látogatóim, nézőim és kedves barátaim, tehát ez volt az újabb sikerünk Pécsen, és zárszóul talán még egyszer szeretném kiemelni azt a pozitívumot, ami számunkra is élmény volt. Ez pedig kérem szépen az eljáró bírónő, tehát dr. Váradiné, dr. Polányi Ágnes bírónő. Kérem szépen, ritkán látni ilyen lelkiismeretes, maximális hivatásérzettel rendelkező és tehetséges, jóindulatú, jó szándékú és szakmailag is topon lévő bírót. De bár csak mások is ugyanígy lennének ezzel, és bár Pécsen a bíró kollégái, ugye bírótársai példát vennének őróla, akkor úgy gondolom, hogy rövid időn belül megváltozhatna az általános véleményünk is a pécsi állapotokról. Tisztelt barátaim, nézőim, hallgatóim, kedves látogatóim, köszönöm, hogy meghallgattak.